Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Vas megyében is van olyan település, amely már a nevében is megvallja hitét. Egyházas Rádóc. Évszázadokkal ezelőtt a rádóciak, hogy megkülönböztessék magukat a környező falvak népeitől, a templomuk okán egyházas településnek hívatták magukat. A 17. században a kálvini tanok elterjedésével már két temploma is lett a településnek. És ahogy három kisfalu egyesült, lakóinak száma gyarapodott, úgy töltötték meg a hívek az utcákat és a templomokat. A falu katolikus temploma ma is a legmagasabb pontján áll a településnek. Krisztus hívei a községben már az 1200-as években templomot építettek, ahol összegyűltek szentmisék, imádságok, esküvők, keresztelők, temetések alkalmával. Az egyhajós templom több mint 100 évig a református hit követőinek is otthona volt. 1721-ben került vissza a katolikusokhoz. Majdnem 100 év elteltével késő barokk stílusban átépítették, s ezt a formát őrzi a mai napig a Szent András apostol tiszteletére szentelt templom. A templom falai ma is őrzik és a lelkek besuttogják az elmúlt évszázadok imádságait. Szentté teszik az isteni hajlékot, őrizve az igaz hit lángját, úgy, ahogy egykor András apostol is tette. A főoltárkép festményén Jézus tanítványa látható a jellegzetes alakú kereszttel, amelyre őt felfeszítették. A hívőknek nem csak az apostol jelent példát Krisztus követésére, hanem anyja, Mária is. Ráemlékeztet mindenkit a szűzről készült szobor. A templom belső díszítése túlmutat a földi dimenziókon. Aki tekintetét magasba emeli, azt a szentély kupolájában az apokaliptikus bárány motívuma, a hajó mennyezetében a négy evangélista szimbolikus képe, illetve a kereszt a tövis koronával, mint a Szentlélek hitajándéka figyelmezteti. Az élet a földön elmúlik, de a hittel tovább él.